Hello, nézők! A Might and Magic sorozatot remélem nem kell sokaknak bemutatni, a 9 részt megélt klasszikus szerepjáték vonulat mellett talán a még népszerűbb 5 részből álló Heroes of Might and Magic széria, azon belül is annak a harmadik része időtlen klasszikusra és orosz nemzeti sportra nőtte ki magát. Hogy micsoda a 6.-7. rész, és a 6.-at egy magyar csapat készít? Nagyon jók vagytok, majdnem elhittem. Most, hogy ilyen jót nevettünk, elég a mókából, hiszen mindenki tudja, hogy a Hero sorozatnak 5 része van, és pont. Kevésbé ismert tény viszont, hogy a Might and Magic franchise-nek a 2000-es években készült nem is egy úgynevezett spin-off játéka, ilyen például a 2001-ben napvilágot látott hírhet Legends of Might and Magic, ami egy multiplayer FPS volt, kis túlzással nevezhetnénk Fantasy Counter-Strike klónnak is, illetve 1999-ben a TPS akció szintérén is bepróbálkoztak, ez volt a jelen bemutató tárgyát képező Crusaders of Might and Magic. A játék fejlesztésének körülményei eléggé cifrák, de erről bővebben később lesz majd szó, nézzük először is, mivel állunk szemben. A történet egy kis faluban kezdődik, amit egy Necrosz nevű mágus megtámad hordájával, és sosem jönnétek rá, úgyhogy megsúgom, hogy Necrosz valójában egy nekromanta. Na igen. Ahogy az lenni szokott, az egyetlen túlélő nem más, mint egy gyermek, akit Drake-nek hívnak, és így a derékba tört rap karrier után életét az élőholtak elpusztításának szentelte. Egy nap viszont kicsit elbízta magát, ahogy a mellékelt képsorokon is láthatjátok, Drake-et egy fej nélküli csontváz úgy fejbe vág, hogy ebbe egyharmad rész bele is őszül. Drake-et börtönbe vetették a csontik, Isten tudja miért nem ölik csak meg őt, illetve azt a tucatnyi civilt, akik ugyanitt raboskodnak, illetve még egy kedves easter egget is találtam errefelé. Ha a rövid és elég szűkszavú tutorial teljesítjük, annak végén Drake-et másodjára is szemből tarkon veri két csonti, akik kocka pókerezni szeretnének, de Drake inkább felkel és leveri mindkettőt. Érdekes. Hey, where's my sword? This it? Gotta be more careful. A börtönben találkozunk a helyi szupersztár keresztes lovagok egyik tisztjével, illetve a játék első kellemetlen ugrálós platform részével. Előbbi a helyi citadellába küld minket a főnökasszonyhoz, utóbbi pedig, mint mondtam, nem éppen élvezetes. Rövidesen a börtönön kívül találjuk magunkat, és egy kis településen át vezet az utunk. Itt jó pár élőhold csontival és nem kevésbé életteren helybélivel fogunk találkozni. A lakosok céltalanul fel alá kolbászolnak, csak arra várva, hogy megszólítsuk őket és elmondhassák azt a max 2 mondatot, aminek abszolút semmi jelentősége nincsen, viszont betekintést nyújtanak a játék fejlesztésének büdzséjébe, ugyanis a hangminőség, hát... Welcome to our humble town. I am Harold. My livestock has been disappearing in the night. Celestia needs to send more protection to us. Please, please, check out my fine wares! So you want to buy my wares? So you want to buy my wares? I am Jake, and I welcome you in the Citadel. Hail, I am Casper. Hail, I am Casper. Hail, I am Casper. Az egy dolog, hogy a mondatok többségét valószínűleg a takarítónővel vagy a portással mondatták fel, de sok helyen még hallatszik a felvételeken a számítógép vagy a mikrofon zúgása is. There is no hope. I have seen that the crusaders are brave and strong, but the evil tide that grows is much larger and fearsome. Dare to find your destiny. Glory can be had with the right combination of smarts and strength. Nem is rossz. I do apologize, but I am busy. Hát ez botrány van. Botrány, botrány. Hát ami... Na igen, ez van, amikor a szinkronokra szánt költségvetés egészen arra megy el, hogy a főösnek Batman örökösen legjobb szinkronhangja Kevin Conroy adja a hangját. I'm Drake. Can you give me a lift to the Citadel? Sure, hop on. Külsőjüket tekintve a falubelieknek van amúgy 2-3 különböző skinje, illetve ezek különböző méretű modelljei. Nos, a mihez tartás véget ez egy gyerek akar lenni. Certainly, there's magic hidden away within the stronghold. I am a master swordsman. Még mielőtt mindenki kommentelni, hogy ez a játék tiszta ringriker,
Igen, a táj hasonlóan baltával faragott és ocsmány, ugyanúgy van erőd csontvázakkal, mocsár is persze, veszek meg még ezeknek az ellenfeknek az animáció is hasonlít a békáékhoz, nagyon hasonlóan kinéző ládákból szerezhetünk cuccokat. A harcrendszer maga ugyan pár fokkal jobb a Rikernél, de hasonlít az egész, főleg a varázslatoknál, van itt sebzésnövelés, nagyobb védelmet adó Stone Skin, de a tűzlabda például totál ugyanaz, van még életerő lopás is, és ha hozzám hasonlóan azt hittétek, hogy na de csapattársunk nincsen, hát dehogy nincs. Ami jó az egészben viszont, hogy itt minden működik a tőle elvárt módon, tehát olyan alap dolgok, hogy a varázslatok ténylegesen sebeznek, a szintlépéskor kapott pontok, vagy a jobb felszerelések által nyert plusz képességpontok valóban jelen vannak, tehát konkrétan tényleg minden működik. Szintlépéskor automatikusan nőnek a képességeink, tehát nem mi osztjuk el őket, szóval nincs lehetőség több irányba fejlődni, de nincs is rá szükség amúgy. Ebben a játékban van talán a játéktörténelem legszerényebb szintlépés indikátora. Ütőképességet egyébként is csak a nálunk lévő cuccok határozzák meg, a fegyverünk mellett pajzs, páncél és egy gyűrű lehet nálunk, a fegyverek terén javarészt mindegy, hogy kard, fejsze vagy kalapács, a játék tompa és vágósebzés különböztet csak meg, és pár vágásnak ellenálló ellenfelet leszámítva nem számít, hogy mivel verik őket tarkon. Páncél, gyűrűket vagy akár egyedi fegyvereket a különböző árusoknál találunk leginkább, ugyancsak náluk adhatjuk el az ellenfelektől felszedett cuccokat, amikből az igen szűkös inventorink miatt nem mindig lesz nálunk sok. Pénzt találhatunk még ládákban vagy ellenfeleknél, de nevetségesen kis mennyiségben. Hősünk annyira VIP amúgy a környéken, hogy még az érméken is az ő arcképe van. A tárgyakat illetően azonban a készítők vétettek egy hibát, ami szerepjáték esetében iszonyat kapitális hiba, nevezetesen a tárgyak leírásában nincs feltüntetve semmi, csak az eladási áruk. Szóval, hogy tudjad, hogy mennyi sebzése van a kardnak, vagy milyen extra védelmet ad a páncél, egyrészt meg kell vásárold és felvéve megnézni a karakterlapon, hogy mi változott. Egy dolog, hogy ez kényelmetlen, de hogy ez miért így került ki a Might and Magic és ősklasszikus szerepjáték nevét viselve, az hatalmas rejtély. Szerencsére a neten találni leírásokat a tárgyakról, meg varázslatokról, szóval köszönet az igazán elvetemülteknek, akik ezt kilistázták. Maga a harc nincs túl bonyolítva egyébként, bal gomb ütés, jobb gomb pedig a sebezhetetlenség. Ez nem vicc, a játék első harmadában ez szinte 100%-os védelmet ad, ráadásul a végtelenségig tarthatjuk a pajzsot, szóval tök király. Az ütéseket illetően lehet valahogy kombózni, de nem jöttem rá, hogy mi alapján adja be őket, szóval eléggé rendszertelennek tűnik a dolog. Lehet még gurulni, vetődni, néha a karakterünk ugrik egyet a térben, illetve lehet a pajzsal fejlökni ellenfeleket, ami hasznos, de ezt a pajzsos csontig is szeretik használni. Mivel harcok során nem számít a jó időzítés és a különféle ellenfelek nem igényelnek külön-külön taktikákat, az alap és effektív technika annyi, hogy védekezel, amíg meg nem üt az ellenfél, majd ezután te ütsz és ismételed. Ennyi. Kivételek talán a gólemek, amelyek megint csak erősen ringrál keresek, szóval náluk felesleges védekezni, mert mindenképp megsebeznek, szóval őket csak püfölni kell ész nélkül. Meglepő módon a játékba bekerült két úgymond lőfegyver is, az egyik a rovarlények kézi nyíl vetője, nyíl dobója, mintha egy fogpiszkálót dobnál az ellenfelekhez. A másik pedig a Boomer X, ami a Duma világ legjobb játéka. A mai fiatalok idióták. Régen minden jobb volt. Na nem ezért boomer, hanem mert boomerang fejsze, boomer ex, mindegy. A lényeg, hogy cifra módon lehet ezekkel csak harcolni, és sebzésük sosem lesz akkora, hogy megéri őket használni. Ezt a már eleve vérpesdítő játékmenetet szerették volna a készítők még tovább fokozni a mágiával, alapból a gótikból ismerős zseblámpa varázslatunk van csak, de hamarosan szerezhetjük olyanokat, mint tűzlabda, villámcsapás, vagy az életerő lopás, ami különösen jól működik a pajzsos védekezéssel, de eleinte elég sok manát megeszik, és 3-4 használat után újra kell töltenünk a manánkat. Viszont ha ezt a varázslatot az ellenfelek 70%-át kitevő élőholtok ellen használjuk, akkor pont fordítva működik, őket gyógyítja, minket meg sebez, szóval ellenük ezt érdemes hanyagolni.
A mana egyébként magától csak iszonyat lassan regenerálódik, úgyhogy ezeket kristályokkal, illetve az életerőhöz hasonlóan potionokkal feltölthetjük magunk is, ezen felül vannak különféle mágia ellen való potik, illetve a sebességnövelő potion is, ami a lassú főhős és a relatíve sok rohangálás miatt jól is jön majd, illetve később, mikor már tele leszünk mana potionokkal, akkor érdemes a hőségesség varázslatot előni, ugyanis ezzel gyorsabban futunk egy darabig, meg gyorsabban sebzünk, meg nagyobbat sebzünk. Ha már rohangálás, érdemes kitérni hősünk érdekesen loopoló animációjára. Séta animáció pedig inkább hasonlít egy afterpartyból való hazatámolgásra, mintsem hősies lépésekre, de ha már itt tartunk, ez passzolóan az arca is olyan, mint amit éppen szétcsavar a harmadik féle ki. De az a durva, hogy a játék összes emberi karaktere ugyanazt a séta animációt kapta, szóval minden település úgy néz ki, mintha épp majális után csatak másnaposan lézengene mindenki. A platformok szélén való felkapaszkodás végignézi pedig valami iszonyat kínos. Ezeket a bizarr animációkat pedig elég sokat kell majd látnunk, ugyanis a területek indokolatlanul nagyok önmagukhoz képest, ráadásul adott területeket viccen kívül 3x-4x végig kell majd járjunk, természetesen minden alkalommal újra termett és egyre erősebb ellenfelekkel megspékelve. Ezen felül érdemes minden alkalommal minden területet újra bejárni, ugyanis a játék nagyon bizarr módon jutalmazza ezeket. Úgy képzeljétek el, hogy például a varázslatokat könyvek formájában szerezzük meg, mindegyiknek van 3 szintje, amelyek legtöbbje jelentősen eltér egymástól, például a tűzlabda elejét egy ívesen eldobott tűzgombóc, a harmadik pedig követő rakétaként működik és 3-at lő egyszerre. Ehhez a szinthez ugyebár 3 különböző Fireball könyvet kell felvennünk, de most ezek a könyvek sokszor előzőleg bejárt területeken jelennek meg, persze adott könyv mindig ugyanott, szóval nem random, hál' Istennek, de ráadásul csak egy adott szakaszban elérhetőek, utána örökre eltűnnek. Például az egyik könyv úgy van, hogy a törpék bányájába az odaszóló küldetés előtt kell lemennünk. Ha a küldetés felvétele után magyarán a normális sorrendben megyünk ugyanoda, akkor már nem lesz ott ez a könyv. Ugyanígy van az első falu koszos arcú boszorkányával is, akivel az adott szakaszban beszélve kapunk egy upgrade-et. Ugyan mondja elint, hogy majd később ráér, de hát ezeknek a karaktereknek nem nagyon lehet hinni. Listen very carefully. Travel to the place and retrieve the thing and place it within the other thing. Only then can you defeat that guy. A mihez tartás vége térképünk is van amúgy, de ez csak az adott területet mutatja, hogy éppen hol vagyunk, szóval totál felesleges az egész. Nézzük meg a sztorit nagy vonalakban, szóval a kezdő falu mögött van a helyi hév megálló, ahol a magát kalóznak képzelő Chelsea elrepít minket a keresztes lovagok helyi, levegőben levegő citadellájába, ahol a főnökasszony Celestiának jelentést adunk, megkérdezzük magunktól, hogy ez milyen nő úgy egyáltalán, illetve saját szemünkkel is láthatjuk, hogy milyen hardcore arcok ezek a lovagok. A helyzet amúgy annyi, hogy Necros a terület közepén lévő erődítménybe bevonult, és a védővarázslatot csak egy mágikus kürttel törhetjük át, ami viszont a törpéknél van, úgyhogy hozzájuk vezet az útunk a katakombákon és az erdőn át. Az említett katakomba tele van csontikkal és gólemekkel, értékes cuccokkal, illetve platformos ügyességi részekkel. Ez utóbbi normál fokozaton ilyen csak, ízin ezek az oszlopok össze vannak kötve hidakkal, de lesz ez még jobb is nem sokára. A dungeon elején nem is annyira elrejtve találhatunk egy kalapácsot, ami annyira OP, hogy a játék feléig csak ezt használtam, ugyanis az ellenfelek többségét együttéssel egyszerűen kiüti. A dungeon után jön az erdő, ahol szétszpidezett rovarok és átlag brit földművesek alias ogrék laknak, utóbbik igen udvarias módon el is köszönnek halálukkor. A törpék városát is felfedezhetjük, itt többek között rögtön 2 boltos is van, illetve egy konkrét bordélyház is. I never don't see the black fur. Off with you! Hamar kiderül, hogy az átlag 130 cm fickóknál polgárháborús viszonyok állnak fenn, a királyfiát elrabolták az egyik klán tagjai, és persze ki kell szabadítsuk ahhoz, hogy a kürtöt megkaphassuk. Miután ez megtörtént, megkaphatnánk a kürtöt, de hát vészhelyzet ide vagy oda, a bürokrácia mindenek felett áll, a királyi jogart ellopták az ogrék, és anélkül nem került a helyszínen átvételre a sor. Szóval vissza az erdőbe, ami újra tele van ellenfelekkel, és a jogar megszerzése igen rafinált módon van megoldva. Láttátok? Láttátok?
Pedig ez volt az a pillanat, hogy ha ezt nem veszed észre, akkor hozzám hasonlóan bolyonghatsz össze-vissza az ugyanúgy kinéző erdőben. Szóval vissza a törpékhez, végre miénk a kürt, vissza kell vinni Celestiának a citadellába, de ezt konkrétan real-time kell visszavegyük, megint az erdőn át, ugratermet ellenfelekkel, ismét végig a dungeon-en ugratermet és erősebb ellenfelekkel, és a platformrészek élményét ezúttal villámosszóró csontvázak teszik teljessé. Ínyenc falat! Micsoda! Nem is lenne amúgy túl nagy gond ugyanazon a területen többször végigmenni, csak hát egyrészt a látszat ellenére az áthaladás nagy részét az ugyanúgy kinéző helyszíneken való rohanás teszi ki, a maradék részben pedig az elég monoton harc van, amin a max kétféle ellenfél sem dob sokat. Az egyetlen jó ebben, hogy legalább több szintet lépünk így. Ez a real-time visszarohanás még azért fura amúgy, mert amikor a törpét szabadítottuk ki a bányából, akkor egyből visszakerültünk a városba, pedig az egy max 3 perces séta volt. Gondolom nem akartak a készítők a minket követve NPC kódolásával bajlódni. Celestiához visszatérve mehetnénk is az erődbe, de az elején kiszabadított bácsi ismét fogságba esett, ezúttal a Gletscher környékén. Szóval, igen, megint át a katakombán újra termett ellenfelekkel, megint erősebb ellenfelekkel, a dungeon előtt a boszorkánytól kapunk egy talizmánt, amivel bizarr lebegő démonok válnak láthatóvá. Na de irány a Gletscher, ahol jégólemekkel és helybéli jégóriásokkal is meg kell küzdenünk, ez utóbbi elég licskinges, hogy először csak az óriásokkal harcolunk, kicsit később meg már az élőhold csontváz változatukkal. Az óriási és egyébként relatíve hangulatos barlangban végül kiszabadítjuk a kapitányt. Ez a havas rész szerencsére össze van kötve az erdővel, szóval a játékban eddig megszokott tempóhoz képest rekord sebességgel eljutunk oda. Itt az egyik rovarlénytől kapunk egy rúnát, ami a jégbarlangban nyitja egy... hát igen, egy űrhajó ajtaját. Nem kell ezen meglepődni, a Might & Magic sorozatban rendszeres szereplők az űrhajók és interdimensionális lények, és ebből a játékból sem maradhatott ki. Itt a literálisan lineáris folyosón haladva úgymond robotokkal kell harcolnunk, akiket egyébként már láthatunk korábban Celestia őrségében, ez egy kis spoiler amúgy. Az űrhajóból felveszünk egy varázslatot, amivel a korábban látott korrumpáló fantomokat vonhatjuk ki a forgalomból, ezzel nyerjük el a rovarlények bizalmát, akik meginvitálnak az erdő felett lévő városokba, kereskednek is velünk, teljesen mindegy, hogy korábban vagy 200 fajtásokat lekaszaboltuk. Szóval vissza a törpékhez, ahol leleplezzük az áruló politikust. There's a traitor among you. What? No, that can't be. Ha! Majd megyünk az erőt keleti részébe, ahol városi harcban verünk le élő holtakat, majd klasszikus szerepjátékhoz híven az átvezető teret enged fantáziánknak, ugyanis kb. Semmit nem mutat abból, hogy a kürtel leromboltuk a kaput, ezt nekünk kell odaképzelni magunknak. Itt aztán beltéli harcok után visszajutunk a kezdő területre, mert az erőd nyugati szárnya volt, kinyitjuk a kaput a harci lázban égő lovagok számára, srácok, majd a kalózsa elvisz minket Necrosz repülő erődjébe, ami megint egy űrhajó. A játék 80%-ában együttéssel nyírtam ki a legtöbb ellenfelet, szóval itt már a végjátékban halálra rémültek tőlem az ellenfelek. Így aztán könnyű volt eljutni Necroszhoz, akinek a legyőzéséhez külön taktika nem kell, csupán nagyjából 35-40 életörő potion és vége is van. Az outro pedig igazi ínyenség. Itt csak úgy elmondják, hogy Celestia amúgy valószínűleg áruló volt, mert Necrosz halála után menekülőre fogta a dolgot, csak azt nem vágom, hogy akkor miért segített nekünk eljutni hozzá. Na mindegy, nagy happy end lett a vége, mindenki örül, a főhős Celestia nem ő áruló volt, az emberek, a törpék, a rovarlények és legfőképpen én, hogy legalább ilyen rövid volt a játék. Plus, I kind of think the old guard needs some new blood. Ha! A játék egyébként PlayStation-re is megjelent, ráadásul ott jóval bővebben ki van fejtve a történet, a pályadizájn is kicsit más, létezik New Game Plus módosz, az a végjátszás után újrakezdhető a játék az összes varázslattal és cuccal felszerelkezve, illetve a fegyvereket és páncélokat lehet talizmánokkal tuningolni, amelyek által adott típusú ellenfelek ellen hatásosabbak leszünk. Tehát látszólag a PC verzió egy ilyen kiherélt, jóval basicebb változat lett a konzoloshoz képest, de miért is történt mindez így? Nos, a játékot nem a Might & Magic és Heroes sorozatokat fejlesztő New World Computing készítette, hanem a 3DO két kisebb stúdiója.
Azt írja a Biblia, hogy az 1999-es karácsonyi szezon célozták meg, úgyhogy mind a PS és a PC változatnak karácsonyra kész kellett lennie, viszont amíg a PS változaton évekig dolgoztak, a PC-s változatot készítő Redwood Shores és stúdiónak mindössze 7 hónapot adtak, hogy az egész játékot letuszkolják a szintén 3DO által kiadott Requiem nevű FPS motorjának torkán. Végül mindkét változatot kiadták karácsonyra, az eredmény pedig magáért beszél. Aki a látottak ellenére szeretné kicsit leépíteni magát, annak ajánlom a GOG.com-os verziót, kiválóan működik Windows 10 alatt, egyetlen szépséghibája van, hogy a zene nem működik, nem akart működni sehogy sem, de ez még inkább adott egyébként a Ring Rikeres hangulathoz, utólag rákeresve viszont egyértelmű, hogy sok más mellett pár Heroes 3 betétdal is remixelve lett a játékhoz. A Crusaders grafikája finoman szólva is tré. Az, hogy a karakterek baltával faragottak, az az ezredforduló környékén még teljesen rendben is volt, és a textúrák sem túl rosszak ehhez mérten. A legnagyobb probléma a helyszínek kialakításával van, hiszen a kevés beltéri szakasz leszámítva elképesztően sivár, unalmas és hangulattalan mind. Egyedül talán a havastájnak áll ez jól, de még ott sem sikerült még csak leplezni sem, hogy a játékos mindvégig egy hatalmas, egyenes csőben van. Az effektek sem kifejezetten szemedgyönyörködtetőek, az animációkból visszaköszönnek az esetleges afterparty élményeink, ahol még a szögletes tájon elterülő alacsony felbontású mozsottas textúrák hozzá is adnak az élményhez, de mindezt játék közben látni hát nem egy túl kellemes dolog. A játék mellett egyszerűsége miatt a kezelhetőség sem túl bonyolult, a harc konkrétan két klikkel megoldható, a fejlesztők megkíméltek minket a taktikázástól vagy az összetett kombóktól, a varázslatok is könnyen kezelhetőek, a két távolharcos fegyver meg az olyan, amilyen. Ami itt szink, és az ugrálás meg a platformer részek, amiket az ugrálás megnehezít, de szerencsére nincs túl sok ilyen rész. Az inventory rendszer lehetne egy kicsit kezesebb, de igazából hozzá lehet szokni, és a legfontosabb dolog az életerőtöltésnek van gyors gombja. Az audio szekciót illetően ne kerülgessük a dolgot, borzalom. A szinkron hangok kritikán aluliak, a fős és néhány főbb szereplő hangját leszámítva talán a gulmai játékoknál volt hasonlóan ocsmány a szinkron. A zene hiánya a gogos kiadás hibája, úgyhogy ezt nem róbom fel a játéknak, hiszen amúgy korrekt soundtracket kapott. Zene hiány viszont legalább feltűnt, hogy a helyszíneken a lépéseink hangját leszámítva nincs semmiféle környezeti zaj vagy ambience nincsen, mintha egy légüres térben lennénk, ilyen azért még a Ring Rikerben is volt, tehát ott az első pályán is azért még ciripeltek a madarak, meg csiripeltek a tücskök. Itt nincs ilyen. A többi hangeffekt pedig stílszerűen unalmas és alacsony minőségű, az ellenfelek a falubeli NPC-khez hasonlóan egyetlen fajta hanggal pusztulnak el, borzalmas tényleg. Röviden tömören a játékélmény egy működő Ring Riker pár egyéb extrával. A megfelelő fegyver használatával a kihívás is triviális lesz, az egészet lerontja a hosszas rohangálás és hogy több területet pofátlan módon 3x-4x végig kell romboljunk. Még egy ilyen helyzet is amúgy menthető lenne, hogyha valami változatosság lenne legalább a karakterben, de semmiféle specializációt nem lehet kiépíteni, az egész játék ugyanaz az első ellenféltől az utolsóig. Hál' Istennek ehhez mérten legalább rövid, de szenvedésnek tűnik minden szakasz. Az alapötlet, hogy a Might and Magic hangulatos csatáit megvívhatjuk a nem kevésbé hangulatos helyszíneken, immár TPS nézetben és jóval direktebb és látványosabb akció keretein belül egész jónak hangzik, de sajnos a Crusaders of Might and Magic személyében egy jelentősen felhígított, lineáris, végletekig leegyszerűsített és mondjuk ki lélektelen élményt kaptunk, minimális progresszióval és az egész olyan, mintha a játék önmagát se venné komolyan. Ami rendben is lenne amúgy, de a rohangálás ismétlődő helyszínek miatt iszonyat monoton és lapos marad végig a játék. Az eléggé viszontagságos fejlesztési történet által ez valamelyest érthető, de ettől maga a játékos nem lesz boldogabb. Szóval a Crusaders nem egy kifejezetten jó játék, nem egy közepes játék. Mindezek ellenére ennél is megvan az a báj, ami miatt talán mégis érdemes kipróbálni, ha más nem, akkor azért, mert ez az a játék, ami a Ring Rikernél élvezhetőbb Ring Riker élményt nyújtott a türelmesebbeknek, de csak is saját felelősségre.
Én ismét Lali voltam, köszönöm a megtisztelő figyelmet, nagy lelkű támogatást, legyetek jók, szevasztok!